Erőt, egészséget! Tisztelt ünneplő honfitársak! Győztes nemzet vagyunk, ez a pozsonyi csata legfőbb üzenete. Nekünk, magyaroknak vérünkben van a honvédelem. Az európai népek között kevés, amely 1100-nál is nagyobb évfordulót ünnepelhet. A magyarság egyik legnagyobb diadalára, a nemzetmentő pozsonyi csatára is a világon a legtöbb szentet adó dinasztia megalapítójára emlékezik ma nemzetünk. Köszönet ezért a kitűnő, hagyományos, civil megemlékezésnek, és külön is Herceg Ferenc barátomnak. Árpád nagyfejedelmünk 907. július 7-én adta vissza lelkét, győztes csata megvívása közben érte a halál. Népünkre 12 évvel a honfoglalás után nyugatról tört rá az ellenség. A német-római hordák Lajos király parancsára a magyarok kiirtásának, de legalábbis visszaszorításának céljával özönlöttek földünkre a Dunánál. Ámos fia Árpád, mint most az előző énekben is hallhattuk, énekelhettük, kemény katonai nevelést kapott. Serdülő korában már ismerte a turáni magyar harcászat támadó védekező rendszerét, 20 éves korától vezetett hadjáratokat. A nyéktörzs feje lesz, majd 892-ben apjától átveszi a család ősi törzsének, a Megyer törzsnek a vezetését. Ő lép diplomáciai kapcsolatokra Bölcs Leó bizánci császárral, majd annak követei 894-ben tőle kérik a magyarok szövetségét a bolgárok ellen. Árpád beleegyezik, és nyomban elrendeli a hon visszafoglaláshoz szükséges katonai és törzsek közötti intézkedések végrehajtását. Ekkor bizonyítja be Árpád államférfiúi rátermettségét, katonai képzettségét összes ismert kortársa felett. 895 tavaszán indultak meg a törzsek az 1200-1800 kilométeres útra, és ugyanezen év őszén foglalták el helyüket a Kárpát-medencében. Így nagy területre kiterjedő és egy vezérlő fejedelem akaratának engedelmeskedő hadműveletnek újabb példája talán csak Napóleon idejében ismétlődik meg. Árpádhoz hasonló hadvezér 7 évszázadon keresztül nem található Európában. A magyar állam, ekkor még nem királyság, megalakulását, megerősödését a nyugati országok vezetői gyűlölködve nézték. Luitpold bajor őrgróf szövetségeseivel 907. májusában indult Magyarország ellen. A túlerőben lévő ellenséges sereget júliusban teljesen tönkreverte a magyar csapat lovasi jászaival Árpád vezér, aki a pozsonyi ütközetben súlyosan megsebesült, és július 7-én 67 éves korában visszaadta lelkét Istennek. 4 daliás fiát áldozta föl a hon visszaszerzés és megtartás érdekében, Leventét a bolgárháborúban, Tarhost, Üllöst és Jutast a pozsonyi csatában. Mi, magyarok, egy győztes ütközetre emlékezhetünk most. Az európai népek között kevés az, amelyik ugye 1100-nál is nagyobb évfordulót ünnepelhetne. De nincsenek állami megemlékezések. Követeljük ezért, legyen hivatalos állami ünnep a pozsonyi csata. A Trianon megemlékezések példája erőt adhat, hiszen emlékezünk még arra, milyen hosszú, fáradtságos küzdelem volt, és mi mindennek elmondtak minket, mindenféle rasszistának, fasisztának, de legalábbis idegen gyűlölőnek, amikor mások érzékenysége helyett a magyarság legnagyobb tragédiájára, Trianonra próbáltunk emlékezni. És 1990-ben, Trianon jubileumi 70. évfordulóján, amikor a kommunizmus évtizedei után azt gondoltuk, hogy végre lehet felszabadultan emlékezni, akkor Szabad György akkori házelnök csak szerényen egy egyperces néma felállást kért az országgyűléstől, de emlékszünk, hogy a Fidesz képviselői tiltakozásul kivonultak. Húj! Aztán eltelt még 10 év. Eljött egy újabb jubileumi 80. évforduló, 2000. június 4-ének másnapján egy ünnepi államfő választó országgyűlés volt az országház épületében. A Fidesznek nem kellett kivonulnia, mert hogy egy perces néma felállást sem rendelt el az akkori házelnök Áder János, későbbi államfő. Aztán eltelt még 10 év.
Eltelt még 10 év, és eljött 2010, amikorra már is az azt megelőző években, évtizedben, ha emlékszünk, szerte az országban Trianon emlékművek tucatjait emeltük, különböző civil szervezetek keretében számtalan megemlékezés volt, és eljutottunk oda, hogy végre sikerült állami szintre emelni a Trianon megemlékezéseket. Talán még az MSZP-nek is lett már Trianon megemlékezése az azt követő években. Ide jutottunk. Persze egy kicsit narancsszínűre festették a kormány, azt hirdeti, hogy ők minden problémát megoldottak, a magyarság legnagyobb problémáját is. Nincs helye a kesergésnek, legyen a nemzeti összetartozás ünnepe, mondják sokan. Mi azonban tudjuk, hogy ha ünnepelni akarunk, lehet. A bécsi döntés évfordulóját például, a rongyosgárda kitűnő küzdelmeit, hogy csak ilyen Trianonhoz köthető ünnepnapokat ajánljak a tisztelt kormányzat figyelmébe, de joggal jut eszünkbe ünneplésre a pozsonyi csata is. És amikor reménytelennek tűnik, hogy állami megemlékezéssé váljon a pozsonyi csata napja és állami ünnepnappá, akkor azért adjon erőt az a hosszú, több évtizedes küzdelem, amit a Trianon megemlékezések során végigjártunk. És követeljük azt is, hogy a pozsonyi csata legyen tananyag az iskolákban. Ugyanis nem igazán tanítják a magyarság egyik legnagyobb diadalát, a pozsonyi csata történetét. Helyette nyomják a fejekbe a vereségkultuszt. Még az 500 éves mohácsi csata kapcsán is miniszteri biztos nevezte ki, talán csak országgyűlési fizetés kiegészítésnek tekintik, ugyanis a feladatot ellátó Hargitay János KDNP-s képviselő láthatja el jó pénzért már most, sőt, már évek óta, pedig az 500. évforduló 3 év múlva lesz esedékes, ő pedig már évek óta ezzel foglalkozik miniszteri biztosként. Trianonból pedig csináltak egy gagyi örömünnepet. Vajon a mohácsi évfordulóból is az lesz? A pozsonyi csata egy igényes játékfilmért, akár akciófilmért is kiállt, és tűzijátékot is el tudnánk képzelni ezen a napon. Ami azonban biztos, legyen hivatalos állami ünnep a pozsonyi csata, illetve tananyag az iskolákban. Köszönöm a figyelmüket, hazának szolgálom!